a mérnök informatika vitte a pálmát. Sokan jelentkeztek a Kanizsai Egyetemre, még az angol nyelvű vízügyi mérnökképzés is elindul. Szárazság a földeken, az Alföldön nagy a baj, Zala országos viszonylatban jól áll. Irány az EB, három ugrókötelező is bekerült a Szandiából a magyar válogatott keretébe. Jó estét kívánok, Mikó Barát György vagyok, ez a Kanizsa TV híradója, július 26-án kedden. Jöjjenek a részletek! A mérnök informatikus szak lett a legnépszerűbb a PEN körforgásos gazdaság egyetemi központ 2022-es általános felvételi eljárásában. Kaszás Nikolett, a főigazgató híradónknak arról számolt be, hogy erre a képzésre átlagosan 404 ponttal kerültek be a jelentkezők. A Nagykanizsai Egyetem idén összességében alacsonyabban húzta meg a ponthatárokat, mint az előző években. A helyi intézmény a korábbi felvételikhez hasonlóan ezúttal is az informatikához, a turizmushoz, valamint a vízügyhöz kötődő képzéseket hirdette meg, néhány kiegészítő szakkal együtt. A mérnök informatika iránti kiemelt érdeklődés elsősorban a már évek óta működő Pendroid tehetségkutató programnak és versenynek köszönhető Kaszás Nikoletta szerint. Az idei évben számottevő volt meg az érdeklődés a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés iránt. Itt is mind nappali, mind pedig levelező képzési formában el tudjuk indítani ezt a képzésünket. Ezen túlmenően a turizmus képzést említettem, felsőoktatási szakképzésként nappali formában indítjuk az idei évben ezt a képzést, illetve pénzügy számvitel képzésünk lesz még, ami pedig levelező formában indul. Itt is ugyanúgy elmondhatom, hogy a ponthatárok bár hasonlóak a tavalyihoz, viszont a felvett hallgatóinknak az átlag pontszáma magas, például a pénzügy számvitel szakon 360 pont körül van az átlag. Az egyetemnek a felvételi eljáráson kívül sikerült elindítania a vízügyi üzemeltetési mérnökképzést angol nyelven. Kaszás Nikoletta úgy fogalmazott, hogy ez is azt erősíti, hogy a víztisztítás és a vízkezelés valóban egy olyan fontos terület, amivel kiemelten foglalkozni kell az előttünk álló években. Jelenleg vannak olyan hallgatóink, nemzetközi hallgatóink, akiknek a részvételével várhatóan szeptembertől el tudjuk indítani angol nyelven a vízügyi üzemeltetési mérnökképzésünket, ami azt gondolom, hogy az idei évünknek az egyik legnagyobb sikere. Ezek a hallgatók különböző országokból érkeztek, és nagyon bízunk benne, hogy egy új szintre emeli majd itt Nagykanizsán a felsőoktatást. Arról nem is beszélve, hogy úgy gondoljuk, hogy ez a képzés és az, hogy nemzetközi szinten el tudjuk indítani, abszolút alátámasztja ennek a témának a fontosságát és az aktuális. A PEN a pótfelvételi eljárást a napokban hirdeti ki, és az érdeklődőknek augusztus 5-éig lesz lehetőségük jelentkezni a képzésekre. A főigazgató elmondta, hogy a mérnök informatika szak államilag támogatott formában is elérhető lesz, a ponthatárok pedig a jelenlegiekhez fognak igazodni. Gyengébb az idei termés átlag Zalában, mint az előző években az aszályos, csapadékhiányos időjárás miatt. Sabján Krisztián hangsúlyozta, az ország többi részén még rosszabb a helyzet, és egyes növények teljesen elszáradtak. Ma Zala megye több területén is leesett néhány milliméter csapadék, de az Agrárkamara megyei elnöke szerint ennél jóval nagyobb mennyiségre lenne szükségük a földeknek. A tavaszi vetésű növények a megye déli-délnyugati részén elegendő esőt kaptak, viszont az északon és északkeleten tapasztalható vízhiányos időjárás miatt a kukorica egy része elszáradt. Sabján Krisztián arról számolt be, hogy ennek ellenére Zalában nincs olyan mértékű aszályos kitettség, mint például az Alföldön, ahol a kukoricát már csak bálázva, állati takarmányként tudják felhasználni. Én úgy gondolom, hogy Zala megyében az országos viszonylatban azért nagyon jó áll, hiszen a gazdáknak a döntő többsége örülhetett annak, hogy a tavaszi fejtrágyázásoknál, gondolok itt a repce, illetve a búza fejtrágyázásánál azért az eső az időben megérkezett, és volt eső, több alkalommal is volt csapadék. Elsősorban a gyümölcsök méretében mutatkozik meg a csapadék hiánya. Mutatott rá Harcendre.
A becsehelyi őstermelő azt tapasztalja, hogy a vízigényes növényeknél, például a kivinél még nagyobb problémát okoz a szárazság. A szakember több fórumon szembesült azzal, hogy egyes gazdálkodók a jégkármérséklőrendszert teszik felelőssé az aszályért, és hangsúlyozta, szerinte nincs semmilyen összefüggés, ez egyszerűen egy szárazabb év. Nagyon egyszerűen cáfolható, és hihetetlen, hogy egyes emberek ezt el tudják képzelni, mert ez a jégkármérséklőrendszer, ez nem, hogy csökkenti a csapadékot, hanem mivel kondenzációs magvakat juttat a levegőbe, hogy csökkentse a jégméretet, ezáltal a csapadék mennyiségét nem hogy csökkenti, hanem növelni tudja adott esetben, és ugye a január, február, március is rendkívül száraz volt, amikor nem volt jégvédelem. Múlt éven májusban rengeteg eső volt, amikor volt jégvédelem. Zalaegerszegen, meg Zala megye északi részén rengeteg eső volt most az idén, ahol van jégvédelem. Harcendre szerint egy-egy nagyobb esőzés még jót tenne, de jelentős változást már nem eredményezne a termésben. Átvettem a megbízó levelét Zalakaros új önkormányzati képviselője, Cirákiné Pakulár Judit. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője Vég Andor helyére került be a testületbe, hiszen az eredetileg negyedik helyen bejutó Véget nemrégiben kinevezték a helyi fürdő vezérigazgatójának, így lemondott a mandátumáról. Cirákiné 2002-től vesz részt a helyi politikai életben, két cikluson keresztül az alpolgármesteri tisztet is betöltötte. Én Cirákiné Pakulár Judit. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. A fürdőváros képviselő testülete ma soron kívül ülésezett. Az első napi rendi pont volt az új képviselő beiktatása. A 2019-es önkormányzati választáson a függetlenként induló Cirákiné kapta a legtöbb szavazatot, szám szerint 341-et, azon potentátok közül, akik nem kerültek be a hatfős testületbe, így a törvényi előírás szerint ő vette át a Fidesz-KDNP jelöltjeként 372 voksot kapó Vég Andor helyét. Ezúton is köszönöm annak a 341 szavazónak, aki 2019-ben rám szavazott, hiszen ők tényleg rám szavaztak, nekem nem volt plecsni a nevem mellett, és én tudom, hogy ők bíznak bennem, és várják, úgyhogy én azt tudom felkínálni, amit eddig is, az elmúlt 20 évben, hogy hozzám bátran lehet jönni. A telefonszámom nyilvános, hogyha valakinek gondja van, megkereshetnek, és igyekszem képviselni a dolgaikat. A váltás után az alakarosi testületben két kormánypárti, valamint négy független képviselő szerepel. Alapvetően egy kompromisszumkész és kompromisszumkereső ember vagyok, és ezen túl meg megoldáskereső is. Én azt gondolom, hogy fogok tudni velük együtt dolgozni. Nyilván lesznek olyan kérdések, amiben nem értünk egyet. Elképzelhetőnek tartom, hogy komoly viták is lesznek, de ez hozzátartozik a képviselői munkához, és majd demokratikus alapon megszületnek a döntések. Érdekesség, hogy Ciráki László, Cirákiné Pakulár Judit férje 2018. január 1-től 2020. április 7-ig vezette az alakarosi fürdőt, majd az ő helyét vette át Podlovics Péter. Podlovics 2022. áprilisáig volt az intézmény élén, majd jött az újabb váltás, és lett egy rövid átmeneti időszak után Vég Andor a fürdő első embere. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Nem felejtenek! 8 magyar és 7 német katona gondozza a hadisírokat Kanizsán. Irány az EB, 3 ugrókötelés is bekerült a Szandiából a magyar válogatott keretébe. Megrendezték a Bacónak hegyi bucsút. A Nagyrécse közelében fekvő kápolnában vasárnap Magdolna napi szentmisét tartottak, majd az érdeklődők két koncerten is részt vehettek. A Magdolna napi búcsúnak immáron évszázados hagyománya van a Bacónakhegyen. Kiefer Károly, Nagyrécse alpolgármester szerint örömteli, hogy nem csak ez a hagyomány maradt fenn, hanem az is, hogy minden évben nívós programokat csatolnak a búcsúhoz. Ez a kápolna ez valamikor állítólag az 1700-as években épült, és azóta minden évben megtartották a búcsút. A Magdolna napi búcsút. Ez volt egy kis szünet az előző érában nem volt ez ennyire népszerű, de mióta vannak olyan szervezők, mint Magdolna, aki kezébe vette az ügyet, és megszervezte a közalapítványt, a Bacónakért közalapítványt, azóta rendszeresen és tartalommal megtöltött program van itt a hegyen. A szervezés a Bacónakhegyért alapítvány feladata volt. Fábián Lászlóné alapítványi elnök stábunknak elárulta,
hogy folyamatosan keresik azokat a fellépőket, akik hangversenyt adhatnak a program során. 2009 óta működünk, és azóta szervezzük itt a közösségi életet. Akkor indítottuk el ezt a tulajdonképpen a Magdolna-napi búcsúnak a felelevenítését, és azóta minden évben megtartjuk a Bacónakhegyiekkel és az idejövő vendégekkel. Utána minden évben van egy kis hangverseny, az ország minden részéről látogatnak bennünket, illetve hívjuk az előadókat. Idén Tibor Civán szabadtéri koncertet adott, a kápolnában pedig az Emerton-díjas énekesnő Mackó Mária lépett fel. Mária nemzetünk, vezér csillagok. Változatos fellépők és gyerekprogramok várták a Magyar Szent Miklósi Falunap részvevőit. A program a Dombhátról Dombhátra projekt részeként valósult meg a település közösségi terén. Nagybakónak, Újudvar, Zalakaros és Nagyrécse után Magyar Szent Miklós is sikeresen pályázott a Dombhátról Dombhátra projektben a családi nap megrendezésére. Szabó Krisztián polgármestertől megtudtuk, hogy a program egy részét viszont a helyi önkormányzat saját forrásból valósította meg. Eddig falunapnak hívtuk, most a Dombhátról Dombhátra pályázat keretein belül valósul meg, nem az összes eleme a Dombhátról Dombhátról pályázaté, hanem önállóan szerveztük, és a pályázat egyes elemeket, két fellépőt hoztak, talán ők hozták a Nagyrécsei Ritmus Kórust is többek között, illetve egy-két ilyen kísérő mellék szórakoztató lehetőséget is ők biztosítottak számunkra. A szervezők igyekeztek minél több műfaji igényt kiszolgálni a fellépőkkel. Különleges vendégnek számított és nagy sikert aratott a Nagyrécsei Ritmus Könnyű Zenei Kórus, amely popdalokat és musical slágereket dolgozott fel. Fontos számunkra az, hogy megmutassuk azt, hogy a könnyű zene maga is mennyire sokszínű lehet, és ennek alapján választunk. Tehát vannak örökzöld dallamaink, tehát vannak olyanok, amik esetleg most már több, mondjuk akár 100 éves dalok is, tehát nagyon régiek, és vannak újak is, mint amit most a végén hallottatok, a Grundot. Énekünk musical részleteket, éneklünk popdalokat, örökzöld slágereket. Igazából egyetlen egy cél tűztünk ki az elején, amikor megalakítottuk ezt a kórust, hogy mindezt magyar nyelven szeretnénk tenni. A hosszú és változatos programnak köszönhetően a magyar Szent Miklósi lakosok késő estig szórakozhattak a családi napon. 8 magyar és 7 német katona gondozza közösen a hadisírokat a Trippalmer utcai temetőben. A misszió célja amellett, hogy a közös parcella nyughelyeit rendbe tegyék, a két ország honvédsége közötti kapcsolat megerősítése. Több mint egy évtizede tart az együttműködés a Magyar Honvédség és a Német Szövetségi Haderő között a közös katonai temetők rendbetételéről. Ferge László őrnagy szerint a hadisírok gondozása a szószoros értelmében nem számít katonai feladatnak, azonban identitásformáló hatása miatt kiemelten fontos a közös munka. Nekünk katonáknak nem csak az a fontos, hogy értsünk a szakmánkhoz, hanem tiszteljük a korábbi korok katonáit, gondoskodjunk a sírhelyeikről, az emlékműveikről, és én azt gondolom, hogy egy katona akkor igazán katona, hogyha nem csak a jelen pillanat feladataiban gondolkodik, hanem tudja azt, hogy ő egy nagy egésznek a része, ami a múltban kezdődött, és majd reményeink szerint a jövőben folytatódik. Tehát igazából ezeknek a hagyományoknak az átörökítése, az ápolása kiemelten fontos feladata minden katonának. Michael Rudolf, a Német Szövetségi Haderő tisztjes stábunknak elárulta, hogy vezetésével évek óta járják a kontinens katonai temetőit, céljuk, hogy rendbe tegyék elődeik sírjait. A német katonák tavaly Budaörsön, idén Veszprémben láttak el hadisírgondozó feladatokat, és most 10 év után dolgoznak ismét Nagykanizsán. A német hadisírgondozó népi szövetség, a Volksbund felelőssége, hogy rendben tartsa világszerte azokat a katonai temetőket, ahol sok német katona nyugszik. A német katonák minden évben kapnak olyan parancsot, hogy részt vegyenek egy ilyen misszióban, és gondozzák a temetőket. Célunk, hogy ezt közösen végezzük el a magyar katonákkal itt a közös temetőben. A közös munka csütörtökön 14 órától koszorúzással egybekötött megemlékezéssel zárul. A Sandia Fitness Sportklub 3 sportolója is képviseli Magyarországot a kötélugró Európa-bajnokságon. A fiatalok ma utaztak ki Pozsonyba, felkészítőjük Tótné Vágó Alexandra szerint akár érmekkel is hazatérhetnek a kontinens tornáról.
versenyt megelőző utolsó nagykanizsai edzésükön is intenzíven hangoltak az EB-re az ugróköteleseik. Doszpot Marcell, Csermák Anna és Temesi Bence június közepétől kezdve mintegy 100 órát készült arra, hogy a lehető legjobb eredményt érje el Pozsonyban. Minden hétköznap reggel 9-től 10-ig és 5-től 7-ig, de voltunk a tovább nyújt az edzések, több volt, mint 2 óra. Rengeteget edzettünk, és déltáltal vagy gyorsasági versenyszámokat, délután pedig gyakorlatokat csináltunk. Hosszú idő után ez lesz az első külföldi verseny, ahol kanizsai kötélugrók is rajta szállnak. A fiatalok egyéniben, párosban és csapatban teszik próbára tudásukat. Tótné Vágó Alexandra vezetőedző úgy véli, tanítványai mindent megtettek azért, hogy kellően felkészültek legyenek, ezért nem konkrét helyezések megszerzésében gondolkodik. Nagyon drágák általában a versenyek, és nagyon ritkán jutunk el, most idén nagyon közel van, és ezért sikerült az anyagiakat megteremtenünk rá. Meg a covidos időszak is, ugye eddig online versenyek voltak, az utolsó nemzetközi verseny is online volt, úgyhogy nincs nagyon összehasonlítási alapunk, de azért tisztában vagyunk, hogy milyen a nemzetközi eredmények, átlagok. Én azt gondolom, hogy mindent megtettünk, és én azt mondtam nekik, hogy nem akarom belerakni az izgalmat a beléjük, hogy tudjanak versenyezni, de ha ügyesek, akkor mindenki egy éremmel térhet haza. A gyakorlatok zenére zajlanak, a gyorsasági versenyszámok lényege pedig, hogy a sportoló adott időn belül mennyi ugrást tud végrehajtani. Az Európa-bajnokságot megelőzően hétfőn és kedden egy nyílt nemzetközi versenyt rendeznek Pozsonyban, a kontinensbajnokság hivatalosan szerdán kezdődik és szombaton zárul. Radónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat, egy-egy mondatban. A mérnök informatika vitte a pálmát. Sokan jelentkeztek a kanizsai egyetemre, még az angol nyelvű vízügyi mérnökképzés is elindul. Szárazság a földeken, az Alföldön nagy a baj, Zala országos viszonylatban jól áll. Irány az EB, 3 ugrókötelest is bekerült a Szandiából a magyar válogatott keretébe. Ez volt a Kanizsa TV iradója, július 26-án, kedden. Híreinket megtalálják a honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!